Klasszikus vásári komédia elevenedett meg szerda este a Honvéd Kaszinó színpadán. A Mozaik Társulata népies humorú enyhén pajzán darabbal a Lónak vélt mennyasszonnyal szórakoztatta a közönséget. Kacagás töltötte meg a tükörtermet a műsor ideje alatt, erre számítani is lehetett a vásári komédia hallatán. Már a félórás darab karakterei is mosolyra ingerelték a közönséget, a kialakult félreértéseket pedig remekül prezentálták a színjátszók. A Mozaik Társulat egyébként mintegy 5 éve a városi diákszínjátszókból kiválva jött létre. Mára ott tartunk, hogy van repertoáron 2 színdarabunk, és 14 szereplővel működik a felnőtt társulatunk, akik közül mindenki már tényleg felnőtt, vagy egyetemista, úgyhogy gyarapszunk, és most jelenleg a Lónak vélt mennyasszony fog színpadra kerülni. A társulat szerint a feszültségekkel teli hétköznapokban teret kell adni a szórakozásnak is, amelyre kiváló alkalom volt a színnevitt komédia. Mozdulj már, te hajhár! Te leszel a kérő! Szerda este új tagokat is felavatott a Mozaik Társulat, hiszen a korábbi diákszínjátszó Árvai Csaba ismét színpadra lépett. Régóta úgymond színjátszok, de így mint este itt a Mozaik Színtársulatban először lépek színpadra, mint Mózsi, a lócsiszár, a Lónak vélt mennyasszonyban, és a visszatérés azért volt jó döntés, hogy újonnan itt vagyok a színpadon, mert ez a társaság ez nagyon-nagyon szívemarkolóan megmaradt az ember szívébe, és hiányoztak. A közönség Jenese Gabriella örömjátékát is megkacaghatta, aki szintén első ízben szerepelt a társulattal. A komédia végére aztán a félreértések megoldódtak, maradt a jókedv és a taps.